Friss FM Podcast. Alig vártam, hogy ezt így nyilvánosan is kijelenthessen végre, de itt a tavasz, és ez olyan jó. Mert ha itt a tavasz az együtt hoz, vagy magával hoz egy csomó vagány dolgot, inkluszíve azt is, hogy végre van lehetősége kicsivel többet mozogni, kicsivel többet a szabadban lenni. Ennek apropóján gondoltam arra, hogy akkor beszéljünk érdemben a szabadtéri sportokról, és egyáltalán sportolásról, így a tavaszi hangulat apropóján. Itt van velem a stúdióban Jankó Attila, személyi edző. Szia Attila, köszi szépen, hogy bejöttél hozzánk. Szia, köszönöm a meghívást, üdvözlöm a kedves nézőket. Igen, tavasz, sport, össze lehet kötni. Mindenkinek nagyon ajánlom, hogy azért legalább hetente négyszer sportoljon. Most, hogy így eljött a tavasz, akkor kültéren is el tudjuk ezeket az aktivitásokat végezni. Én azt mondom, hogy legalább egy séta legyen belefértetve az időnkbe, 30 percről van szó, 40 percről van szó, szeretteinkkel, barátainkkal ugyanúgy lehet. Szóval én elsősorban a hallgatóknak ezt ajánlom, legalább egy sétát fértessünk bele, miután ez naponta 30-40 perc, kérdezem. Igen, 30-40 perc bőven elég. Én ennyit kardiózok tulajdonképpen egy nap, nincs semmi több benne, nincs futógép, nincs beltéri edzés ilyenkor. A kardió nekem kültéren van, főleg, hogy jó az idő, 30 perc egy nap, bőven elégséges. Na látszod, ez nagyon izgalmas, amit mondasz, mert általában, hogyha kardió edzésre gondol az ember jánya, akkor valami nagyon kemény, valami nagyon megerőltető dolog jut eszébe. Öröm hallani, hogy elég egy kevéske kis séta. Hogyha már tavasz és séta, akkor valamilyen kiegészítő dolog még kell-e ez mellé, vagy úgy a lelki ismeretünk megnyugodhat. Naponta 30 percet sétálgatunk, és minden oké. Elég ennyi? Elsősorban azoknak az embereknek ajánlom ezt a 30 perces sétát, akik más aktivitást nem végeznek, és esetleg sok lenne nekik, hogy edzőterem, akármilyen más aktivitásban részt vegyenek, plusz még a sétát is. Mindig az embereknek az a problémájuk, hogy nincs idejük. Akkor szerintem ezzel jó kezdeni, 30 percet sétálnak egy nap, akkor meglátják, hogy van idejük erre, utána pedig más aktivitásokat is beleilleszthetnek a programjukba, és akkor kivehetnek egyes sétát esetleg. Ja, igen. Más aktivitás alatt ebben a pillanatban mit értünk? Vagy mi az, amit konkrétan te javasolni tudsz? Hát én azt tudnám javasolni, amit én is végzek, szóval én személyedző vagyok. Ez mondjuk a másodlagos szakmám, szóval tanár vagyok elsősorban, de nagyon szeretem én a személyedzéskedést, szóval én azt ajánlanám először a súlyzós edzést, de viszont mindenkinek nem biztos, hogy az igényeinek megfelel, szóval van rengeteg aktivitás manapság, mert ez divat lett, van tabata, van bármiféle csoportos edzés, amit végezhetnek az emberek, nem muszáj bérletet vegyenek, nem muszáj semmilyen edzőterembe úgy különösen járjanak, szóval azokkal is lehet kezdeni, kinek mi az igénye tulajdonképpen. Mi a helyzet azokkal? Tudom, hogy egy picit extrém a kérdés, de lássuk, játszunk el a gondolata. Mi a helyzet azokkal, akik mondjuk alapjáraton úgy vonzódnak akár a súlyzós edzés irányába, de mondjuk anyagilag nem fér bele az, hogy terembe bért fizessenek, vagy akár ugye személyi edzőt fogadjanak meg. Ők valahogy ilyen házi módszerekkel ezt tudják-e kompenzálni? Igen, ez házi módszerekkel is lehet, főleg most, hogy itt a jó idős, erről is beszélünk, kültéren is lehet. Nagyon sok aktivitást el lehet végezni kültéren, szóval ott vannak ezek a játszótermek is, amiket most gyakrabban építenek mindenféle városban, és ott lehet saját súlyos edzéseket végezni, nem kell a legextrémebb gyakorlatokra gondolni, hanem egyszerű. Esetleg tolóckodás, amit lehet egy padon elvégezni, könnyebb gyakorlatok, szóval... Ez a fekvőtámasz, hogy értsem én nem, is? Nem, ez tricepsre, ez olyas, mint a fekvőtámasz, csak ellentétes pozícióban, szóval a hasunk felfele néz, hátul van a karunk, azon támaszkodunk és beállítjuk, kitoljuk magunkat, ezért tolóckodás. Ezt például egy padon el lehet végezni, aki már egy kicsit ügyesebb, jobb fizikai kondícióban van, azon húzózkodhat, egy felülést tud végezni, a padon nem is muszáj leüljön esetleg, hogyha attól fél, hogy boros lesz, vagy sáros. Sáros nem hiszem. Úgyhogy tulajdonképpen mindent el lehet végezni kültéren is. Ha az anyagiakra gondolunk Attila első körben, akkor Isten igazából ténylegesen olyan nagyon költséges, hogyha az ember terembe akar járni, és egyáltalán formában maradni, és kondiban maradni? Azt mondom, hogy igen, költséges, főleg személyedzővel edzeni minden nap, esetleg egy héten háromszor is. Én azt ajánlanám, hogy egy személyedzőt azért fogadjunk fel, egy edzéstervet, logikusan felépített edzéstervet kérjünk el, fizessük meg annak az árat, most egyszer kell,
és betonítási rész az legyen meg még. Én azt mondom, hogy egy 3-5 alkalomnál már egészen meg tudjuk látni egy jó személyedzőtől, hogy mi a logikai felépítés a gyakorlatoknak, mi szerint kell felépítsünk egy edzéstervet, és amúgy is adott lesz egy edzésterv, hogyha vásárolunk a személyedzőtől egy edzéstervet, szóval én azt mondom, hogy igen, ez kötelező lenne majd, hogy a haverunkkal elmegyünk, meg barátainkkal, ismerősünkkel, aki esetleg jobban tudja, az nem feltétlenül jó. Nagyon-nagyon sok hibát, meg sérülésveszélyt láttak a teremben, amikor így jönnek el az emberek. Tehát mindenek előtt akkor, ha jól értem, kell az a szakmai segítség, aki érdemben meg tudja mutatni azt, hogy akkor melyik gyakorlatot az ember hogy végezze, hogyha már komolyan akar ugye koncentrálni az edzésre magára, illetve eredményeket akar elérni. Említettél edzéstervet, ez mit jelent egész pontosan, hogyha vége szakad a közös munkának, akkor valami segédanyag ez? Igen, tulajdonképpen erről van szó. Ezek az edzéstervek tulajdonképpen ugye a személynek az adottságaira vannak felépítve jobb esetben, mert így kéne legyen, és azokat bármikor elő tudja venni, bármikor tud modifikálni rajta, az szerint, hogy milyen igényei vannak, esetleg melyik testrésze marad le, melyik erősödik jobban, mindenkinek a genetikai adottságától függ ez, hogy hol tud jobban fejlődni. És gondolom, akkor egy személyi edző munkája tulajdonképpen nem csak a motiválás tud lenni ebben a pillanatban, hanem pontosan az, hogy felfedezze meg egyáltalán átlása. Igen, útmutató. Mm. Útmutató. Egy jó személyi edző az nagyon jól mutatja az utat, hogy merre kell haladjon az ember. És látod, milyen jó, hogy ide tereltük a beszélgetést, mert veled kapcsolatban konkrétan tudom, hogy ez az útmutatás esetenként nem csak például mozgás, vagy egyáltalán edzési gyakorlatok szintjén merül ki, hanem például táplálkozás szempontjából is. Ugye mindig mondják, hogy hát a sport a táplálkozás nélkül és a táplálkozás módosítása a sport nélkül mit sem ér, a kettőt együtt kell csinálni. Ha nagyon röviden akarjuk összefoglalni, aztán fogunk részletesebben is beszélni róla, de ha azt mondjuk, hogy sport és táplálkozás, akkor ebből a történetből a táplálkozásnál mire kell a leginkább figyelni? Én így mondanám inkább, hogy táplálkozás, sport. Igen, a táplálkozáson alapul minden, ami ebben a sportban, vagy nem csak ebben a sportban. Ez most egy különálló téma, Ronaldónak a személye, nem hiába van mindig az, hogy fix diétája van, minden betart, megváltoztatja a kluboknak, se játékosoknak a mentalitását, az elképzelését. Na tulajdonképpen ebben a sportban is ez van, hogyha jól táplálkozunk, jól tápláljuk a testünket, nagyobb erőkifejtést tudunk végezni, hamarabb jön a rehabilitáció, jobban megy a fejlődés, szóval ez az alapja, ez a kulcsa mindennek. Néhány receptet is hozunk Attilával, konkrétan arra gondolván, hogy például az idézőjelesen unalmas rizs-csirke kombinációt hogyan lehet egy kicsit izgalmasabbá tenni, hogy ne legyen kínszenvedés és koplalás? Igen, elsősorban építsük fel az egész táplálkozásunkat, egy napi étkezésünket. Mindenki azt mondja, hogy többször kell táplálkozunk, ugye, hogy a vércukorszintünk legyen egy folyamatos stagnálásban, ne legyen nagyon mindig felemelkedve, meg nagyon lezuhanva. Szóval mindig a reggeli az nagyon fontos. Az, akinek kezdjük, azt rostban is, de főleg lassú felszívódású szénhidrátokkal kéne bevigyük, azért, hogy hosszú távon adjon nekünk energiát az edzésben, a munkában, akármilyen napi folyamatunkban, és utána az ebéd és vacsora. Nekem ez a diétában ez a 3 étkezésem az alap, ami furcsának tűnik, mert 5-6 étkezésről beszélgetünk, így a diétában, amikor fogyni akar az ember, az bőven elégséges, én azt mondom, nem kell előtesse, dobozolja meg minden. És igen, vannak alternatívák, vannak viszont nagyon jól elkészíthető és könnyen elkészíthető reggelik, ebédek, vacsorák, és párat meg is fogok majd mutatni, igen. Hogyha érdekel. Jaj, mutasd, igen, mindenképpen szeretném, ha a hallgatók is egyrészt tudnának róla, illetve aki esetleg megnézi majd a készült videónkat, lássa is, hogy például csirke rizs kombót, vagy desszertet, olyan ízleteseket készítesz, hogy csak a fotó alapján igen. Az ember étvágya megjön. Na, mesélj ezekről egy picit. Igen, tulajdonképpen ezeknek az elkészítése inkább a videózásban merül ki, ez a legnehezebb része, hogy állítsd be a kamerát, videózz le, stb. Az elkészítése maximum egy óra, és ez nem egy étkezésre szól, hogyha többet akarunk, akkor 2-3 adagot is meg tudunk készíteni egy óra leforgása alatt, szóval nincs nagy ördöngőség ebben. Na lássa, Muti, engem a desszert érdekel első körben, az édesség, mert ugye azt is mondjuk el akkor, hogy nem fontos feltétlenül lemondani a finomságokról. Sőt, nem szabad. Végre egy jó hír. Nem szabad, csak azokat minimális
ra kell fordítsuk a cukortartalmát, szóval azért meg kell figyeljük, hogy ne vegyük túlzásba, s ha nem, akkor kitűzünk egy napot, amikor legaktívabbak vagyunk, és akkor viszünk be ilyen szénhidrátot végső soron. Ilyen szénhidrátokat, igen, amik mutassuk nem túl hasznosak. Meg akkor esetleg. Az palacsinta, az ugye? Az a palacsinta, igen, ezt reggelire ajánlom. Ez a palacsinta tulajdonképpen, fehérjében gazdag. És ezeket azért ajánlom reggel főleg, mert ez hosszú távon ad, mondom, lassú felszívódású, esetleg ha mogyoróvalja kenjük meg, akkor az még jobban elnyújtsa a felszívódását. Úgyhogy igen, és ez pedig egy esti desszerte esetleg. Jó, egy ez fagyi. Fehérjés, mascarpone-ből van tulajdonképpen, kókusztej. Ezt te magad készítetted a fagyit? Igen. Fantasztikus, nagyon. És az erdei gyümölcsök, azok nagyon jók. A rostokat azért kell mellé tegyük az ételeknek. Mindig vagy gyümölcs, vagy egy kicsi zöldség legyen. Főleg itt a szezonja, amiről beszélgetünk, hogy tavasz van, ilyenkor. Pontosan. Ilyenkor kell esetleg az epret, mert az nagyon jó. Az apró magos gyümölcsök azok a leghasznosabbak. Egres, az az én szerelmem. Igen. Ha apró magú, illetve nem tudom, a kivi annak minősül-e, annak is elég apró a magja. Az is oké. Jó, akkor mutassuk meg most már egy kalap alatt valóban a csirke kombót, hihetetlen. Egyébként ajánlom tényleg, ha van rámod, nézzétek meg a videónkat is, mert esztétikum szempontjából is olyan gusztusosan néznek ki ezek a kaják. És hogy... a steak. Jaj, nagyon jó. Krumplival. Ja, igen, a krumpli, amit beszéltünk már az adás előtt. Az nem kell demonizálni tulajdonképpen. A krumpli azért nem egy rossz szénhidrátforrás, hanem egy nagyon jó minőségi szénhidrátforrás. Szóval én nagyon ajánlom mindenkinek a krumpli, csak főve, sülve, esetleg lerben, de nem szalma krumpliként. Tehát nem olajban. Uh-huh, igen. Uh-huh. Egyébként ezzel azt hiszem, hogy sok házi asszonyt boldoggá is tettél egyrészt, másrészt, tehát valljuk be azért, mi egy pityókás népség. Persze, vagyunk itt Erdélyben, imádjuk a krumplit, és akkor ezek szerint megnyugtat, a legtáplálóbb hogy nincs is baj. Jaj, de jó. Na, ennyi jó hír. Attila, még vissza kell hívjelek téged ide a stúdióba hozzá, hogy ehhez hasonló jó híreket hozzá. Sajnos most csak ennyi időnk jutott, de mindenképp várunk vissza szeretettel, és köszönöm szépen, hogy itt voltál. Köszönöm a meghívást. Szia, Kincse. Sziasztok. Friss FM Podcast.